A koronavírus járvány felfutó tendenciát mutat az országban. Ennek megfékezésére a kormány több rendeletet alkotott, mely befolyásolja a települési önkormányzatok működését. A polgármesterek ugyanúgy, mint a járvány első ütemében, a képviselőtestületek jogkörét is átveszik. Tavasszal már megértünk egy ilyen helyzetet, úgyhogy annak az alapján működünk most is. Nagyon jól kialakult, összehangolt együttműködés volt a képviselőtestület és a bizottság tagjaival, hiszen veszélyhelyzetben nem ülésezhetnek a testületek, sem a bizottságok, de valamennyi döntést a polgármester hozza meg, de abban a formában, hogy nem egyedül én találom ki azt, hogy melyik kérdésben hogyan döntök, hanem ugyanúgy kikérem a képviselőtársaimnak a véleményét, a bizottsági tagok véleményét minden egyes kérdésben, ezt természetesen e-mailen tesszük meg, kiküldöm az anyagokat, ugyanúgy előterjesztések készülnek, kérdéseket tehetnek fel, elmondják a véleményüket, leírják, egyeztetünk, és ezt követően születnek meg a határozatok, akár rendeletek, amelyek módosításra kell, hogy kerüljenek. Tehát ez a része a munkánknak. Már van egy gyakorlati tapasztalatunk az év során, ez gördülékenyen tovább folyik. Most ugye november végi testületülésre készültünk volna a veszélyhelyzet kihirdetése előtt, ugyanazokon a napi rendekkel, meg amit még az élet közben hoz, ezek a döntések megszületnek majd. Vannak átruházott hatáskörben hozott döntések is, amelyet például a Humán Bizottság gyakorol lakáskiutalásoknál, szociális segélyeknél, átmeneti segélyekre vonatkozóan, és vannak jegyzői hatáskörbe, átruházott hatáskörbe hozott feladatok, ezeket is most a polgármester gyakorolja. A jogszabályok meghatározzák az intézmények működésének rendjét. Jelesül ez Bonyhádon a Solymár Imre Városi Könyvtárat jelenti, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központot és a Völgység Múzeumot. Mindhárom intézmény esetében sajnos arról kellett tudomásul vennünk, hogy be kellett zárjanak az intézmények. Látogatási tilalom van gyakorlatilag, nem látogathatók ezek az intézmények. Ugyanakkor az ott dolgozók zárt ajtók mögött végzik a munkájukat, mindhárom intézményben van bőven feladat. Egyrészt elrendeltem számukra a december 11-ig terjedő időszakra vonatkozóan az újabb alapos és mindenre kiterjedő egész intézményi feltöltlenítést. Másrészt pedig például a Városi Könyvtárban folytatják azt az állománylejtárt, amit tavasszal megkezdtek, úgyhogy a munka az a háttérben is folyik. A bonyhádi városi sportcsarnokban csak testnevelési órák zajlanak, illetőleg megfelelő körülmények között a versenysportot űzők járhatnak edzésekre. Az uszoda bezárt, míg a piac téren a korábbi maszkhasználatról szóló intézkedések alapján lehet vásárolni, illetve árusítani. A rendezvényeket is szabályozzák ezek a kormányrendeletek, és ezek a vonatkozó szabályok gyakorlatilag tiltóak. Semmilyen olyan rendezvényen már nem készülhetünk az év visszalévő hátamaradó részében, amire pedig már nagyon régóta készültünk. Ilyen például az adventi időszak. Most már az elmúlt két évben a nagyon méltó helyen is a rendezvénytéren, a kaszinókerben tudtuk közösen a város adventi koszorúján meggyújtani a gyertyákat. A hagyományok az illően a minden felekezettel közösen, helyi fellépőkkel, hangulatos programokkal, és természetesen a gasztronómia sem maradt el, meg azok a jótékonysági vásárok sem, amik ilyenkor egy adventi időszakban jellemzői egy-egy forgatagnak. Sajnos ezekről most idén le kell mondanunk. Városi adventi koszorú lesz, díszíteni fogja a rendezvényteret, de gyertyagyújtási ceremóniát sajnos nem fogunk tudni tartani, és arról a sok-sok nagyszerűnek ígérkező programom, a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek szerettünk volna megtartani, és már megszervezésre kerültek, azok is most elmaradnak. Van egy olyan program is, amire még sosem került sor a városunkban, és éppen azért, mert a Tarka Fesztivál a városunk legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye, és elmaradt idén a koronavírus járvány miatt, ezért egy olyan szilveszterrel, egy olyan szabadtéri szilveszterrel készültünk a Művelődési Ház munkatársaival közösen, ami még nem volt Bonyhádon, amiből akár hagyományt is teremthetnénk, és hogy egy picit ilyen hiánypótló legyen az itt lakóknak az érdekében, és a közös az együttvétartozás erősíti érdekében, hát sajnos most erről is le kell mondanunk, de bízom benne, hogy nem örökre, és a jövőben ezt megtarthatjuk. A 10 000 lakosnál nagyobb településekben a polgármesterek eldönthették, kötelezővé teszik-e a maszk használatát a közterületeken. Én éltem ezzel a lehetőséggel, és egy olyan döntést hoztam, amely lehet, hogy a lakosságnak egy részének
nem tetszik, és szigorúnak tartja, hogy a város valamennyi közterületén és nyilvános helyén kötelező mától a maszk használata. De ezt a döntésemet természetesen előtte megkonzultáltam olyan személyekkel, akiknek a véleményére adok. Hatósági emberekről is beszélek, itt rendőrkapitányúrral, vagy akár tisztifőorvosasszonyra gondolok, és természetesen orvosokkal, képviselőtársakkal, alpolgármesterekkel is konzultáltam. Én hiszek abban, hogy csak olyan rendeletet érdemes megalkotni, amelyet betartani és betartatni is lehet. Tehát ami életszerű és ami betartható, olyan fajta rendelkezést, ami különböző utcákra vonatkozik, különböző méter és távolság betartásokra, én bonyolultnak gondoltam, sokkal nem a munka elvégzésének a megsporolása miatt, hanem az átláthatóság, a tisztánlátás és a betarthatóságnak az érdekében az a döntés született, és azt a rendeletet alkottam meg, hogy a mai naptól december 11-ig a közterületeken és a nyilvános helyeken kötelező a maszk használat. A kormányrendelet, mint magasabb jogszabály, a közparkokban és a sporttevékenység közben megengedő, így Bonyhád 10 közparkjában sem kell kötelezően maszkot viselni. Ilyen a Perccelkert, a Fáji lakótelepi zöld terület, a Szecskaváros részben a játszóterek és zöld területek részei, a volt vásártéri terület, a családi és pihenőpark, a rendezvényterünk, és talán mindegyiket felsoroltam, ha valami kimaradt, akkor gyorsan megnézem, a Székely Emlékpark és a Rákóczi utcai emlékművek körötti zöld terület. Ezekre nem vonatkozik a kötelezettség a maszk használatra. Azok a járványügyi intézkedések, amelyek eddig is életben voltak, például a kötelező távolságtartás, az ugyanúgy él. Tehát ugyanúgy a parkokban is kötelező ezt is továbbra is betartani. Mi azért itt a városban, Bonyhádon továbbra sem hagyjuk magukra az időseket. A gondozási központtal egy rendkívül jó munkakapcsolat alakult ki a tavaszi időszakban. Mind az 57 dolgozójuk kivette a részét abból a munkából, amikor az időseknek bevásároltunk, gyógyszereket váltottunk ki, csekeket adtunk föl. Azért fogalmazok több számban, mert én magam is részt vettem ebben is, mától ugyanúgy részt veszek ebben a feladatban. Mind három telefonszám él, amit tavasszal meghirdettünk, és ezeken a telefonszámokon ugyanúgy továbbra is el lehet érni a gondozási központ munkatársait, mindenben segítséget lehet kérni, hiszen nem hagyjuk őket magukra. Azt is fontosnak tartom elmondani, hogy a tavasz időszak arra viszont nagyon jó volt, hogy azoknak az időseknek, akik igénybe vették akkor ezt a fajta ellátást, és keresték a gondozási központ idős gondozóit, és bevásároltak számukra, ma már mindenki közülük, csak néhány kivétel van, részese a rendszeres házi segítségnyújtásnak, tehát bekerültek a rendszerbe. Ez egy nagyon nagy segítség az ő számukra, mi pedig tudtuk szélesíteni ezt a fajta ellátottság kötelezettségünket is. Én azt tartom nagyon fontosnak ebben a helyzetben, hogy nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva és másokra utalva ebben a helyzetben. Mi magunk is tehetünk azért, hogy a saját egészségünket és mások egészségét is megvédjük. Ez egy felelősségteljes magatartás, ugyanakkor szerintem fontos is, hogy az az érzés, hogy tehetek annak érdekében, hogy akár itt Bonyhádon megfékezzük a járványt, egy kicsit lassúbbá tegyük. Látjuk az országos adatokat, a megyei sem más, ugyanúgy folyamatosan növekednek az igazoltan pozitív betegek számai, és Bonyhádon sem mások ezek az adatok. Ennek érdekében, ha magunk tudunk tenni, hogy ezt lassítsuk, akkor szerintem az egy fontos emberi érzés lehet. Arra kérek mindenkit, hogy ezt tegye meg, tegye felelősségteljesen, vigyázzon mindenki magára és másokra is. Én bízom az összefogás erejében.